Thália Színház annak tornatermében alakult 69-ben. Ennek annak volt köszönhető, hogy 69-ben Szlovákia föderális állam lett, tehát központi kormány alakult, cseh kormány, szlovák kormány, és a kompetenciák nem voltak szétosztva, nagy zűrzavar volt, és az elvtársak nem tudtak odafigyelni, és így Bekes Anyi megalapította a színházat. Miután megvolt, már zsenáns dolog lett volna betiltani, így megmaradt. Igaz, ígértek színházépületet, de kényszerűségben lefoglalták az ipari tornatermét, és 20 évig az iparinak nem volt tornaterme, különböző iskolákba kellett járni tornászni, de mindenképpen megmaradt. Egyébként nem ebben az épületben, de ez volt Magyarország első ipariskolája, 1872-ben Szaplay József alapította, majd úgy bevált, hogy elterjedt egész Magyarország. És fent a dombon a furcsa lakótelepet látják, a furcsa hegy áll rajta. A furcsa szó furcsa, mert nem a szerintem, a régi magyar mond, mint amit mi értünk alatt, hanem szép értelmű volt. Mögötte van a Rozgonyi síd, ahol első Károly levelte Csás Máté és Amadé csapatait, és így Magyarország integrációját megőrizték, tehát nem szakadt szét kis királyságokra, mint mondjuk Franciaország vagy Németország. Németországon csak a Bismarck tudta egyesíteni a 19. században. Most minden éven ezt a csatát megismétlik, én nem tudom, hogy csinálják, de mindig a király győzik.